Április 10. -e, Herodes. Mai igénk Lukács Evangélium a 23. részének 9. verse. Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. Jézus Krisztus születésekor nagy Heódes volt Galilea fejedelme, halála idején a fia, Heródes Antipász. Feltűnő, hogy amikor a nagypénteken Pilátus átküldte Jézust Heródeshez kihallgatása, Jézus egyetlen szót sem szólt hozzá. Vajon miért? Heódes többször hallotta Isten igéjét keresztelő Jánostól, de nem vette komolyan. János nagy erővel prédikált, nevén nevezte az emberek bűneit és bűnbánatra, Megtérésre hívta őket. Heródesnek is megmondta, nem szabad a testvért feleségével együtt élned. Emiatt az említett asszony elélte hogy Jánost börtönbe vessék. Heródes ezután is tisztelte őt, Isten profétájának tartotta, de annak, amit mondott, nem engedelmeskedett. Márpedig aki megveti Isten igéjét, az Istent veti meg. A végén, akarta ellenéje, Kesztelő János gyilkosa lett Heódes, lefejeztette őt. Egy alkalommal Jézust is figyelmeztették, hogy Heódes meg akarja öletni: Aki megöli magában Isten igéjét, az képes mások életét is kioltani. Most mégis ül Heódes, hogy látja Jézust mert azt remélte, hogy valami csodát tesz majd a szeme láttára. Most sem igét akar hallani, ami segíthetne rajta, hanem mutatványt akar látni. Jézus azonban nem mutatványos, hanem szabadító. S aki a korábban elhangzott igét semmibe vette, nem kap újat addig, míg annak nem engedelmeskedik. És Jézus hallgat. Mit teszünk mi a hallott igékkel? Nagy kegyelem, ha Isten szól hozzánk a Biblián vagy szolgáink keresztül. Mi az az egy bűn, amivel talán még mindig nem szakítottunk, mint Heódes? Mi lehet az oka, ha nem szól Isten? Hálásak vagyunk-e, amikor szól? Tudjuk-e, hogy egyszer utoljára fog szólni?